A Mi Hazánk mozgalom családügyi és szociális kabinetet állít fel, hogy a fogyatkozó magyarság az egyre rosszabb helyzetben lévő magyar párok és családok részére segítséget nyújtson. Az Orbán kormány családvédőnek és gyermekpártinak kívánja láttatni magát, ám az eredmények mást mutatnak. A kormány korábban már megszüntette a családügyi minisztériumot, és régóta már önálló miniszteri hatáskörbe sem rendeli ezt a különösen fontos területet. Miközben Duró Dóra képviselőnknek kell a parlamentben felhívni a kormány figyelmét arra, hogy idén januárban már 20%-kal csökkent a születésszám Magyarországon. A KSH adataiból azt is tudjuk, hogy noha nőtt a házasságkötések száma, ám ezzel párhuzamosan nőtt a válások száma is, mégpedig sok éves negatív rekordokat megdöntve. Ennek következtében pedig egyre több gyermek nő fel és fog felnőni csonka családokban. A Mi Hazánk mozgalom számára fontosak a családok, fontosak a gyermekek, a már megszületettek és a születendők egyaránt. Szerintünk nemzeti érdek, hogy a politika végre érdemben is kiemelten foglalkozzon a magyar családokkal, ezért alakítottuk meg a családügyi és szociális kabinetünket. Ezt a kabinetet szakpolitikusok, családjogászok, szociális szakdolgozók, oktatók és civil szervezetek részvételével működtetjük. Mozgalom mi voltunkhoz hűen azonban a hétköznapi embereket, tehát magukat a szülőket, a szociális és családvédelem első vonalában dolgozókat is megkérdezve, első kézből származó tapasztalatok és információk segítségével mérjük fel, hogy milyen segítségre lenne szüksége a családoknak ahhoz, hogy valóban jobb és méltóbb életet élhessenek. Célunk továbbá, hogy a demográfiai mutatók végre érdemben javuljanak, egyre több magyar gyermek születhessen meg és nőhessen föl biztonságban a családokban, mindkét szülője szeretetét és támogatását megkapva.